szeretettel köszöntök mindenkit, megtudni fogunk itt is, veletek is, amely engedi, de már akkor is menedetni. Köszönöm, intivel is ritválni beszélek, és azért röviden bemutatom a vendégeimet. Fogom fel Tündét, aki a himalai tradíció és a nagyja jóga, női jóga oktatója, gyermekjóga, kismama jóga és jóga terapeuta. És éppen megállapítottuk, hogy Tünde is Csongor. Így jött is. Selmeci Csongort, aki a Magyar Jóga Társaság elnöke és a Magyar Jóga Akadémia alapítója és vezetője, és több nagy tradíció tulajdonképpen meggyőkezésében válaszkodott itt Magyarországon, és még több mindennel foglalkozik. Némileg ez kiderült, és sokan ismeritek, és még erről szó lesz. Itt a mostani 5. jóga konferenciának a vezértémája, hogy a jógi hős tudása a modern korban, napjainkban. És ez az 5. ilyen jóga konferencia, és hamarosan úgy tűnik, hogy lesz jóga terápiás konferencia is, egy jóga terapeuták konferencia, és akár kezdeményezésedre szövetsége. Az első kérdés, és nyilván most itt a teljesség igénye nélkül nem fogjuk az összes témát nemhogy kimeríteni, hanem igazán ezt megbeszélni. Én a jogaterápiára szeretnék fókuszálni alapvetően, úgy érzem, hogy ez eléggé fontos téma és központi helyen volt a mai napon. De még ezt megelőzve az első kérdésem az, hogy eszenciális, ami a meglátásotok, hogy az ősi tudás. Ennek az ősi tudásnak, ami a jóga a mai korunkban, mi a szeretet, ha az őrített meg kellene fogalmazni, akkor mit mondanátok? Nekem elsősorban az elmevédelmét jelenti, tehát hogy a manaszuzánra a legnagyobb kihívásnak kitéve, és én olyan technikákat keresek, amivel az elme csendje, békéje és nyugalma megőrizhető, mert ez vezet az egészséghez, és ez a legtöbb terápiás hatás szerintem. Egész is értük, ezt kiemelted. Ez szerintem valamiféle utat keresnek az embereket a mai rohanó világban, tehát nagyon sokféle hatásnak vannak kitéve. Nagyon sokan küzdenek az, hogy értékvesztetté vált a mai kor, nem találják az értékeket nem, sem magukban, sem kívül, és keresnek valamit, ami segítene nekik utat mutatni. És én ezt látom a jóga fő értékének, hogy egy egyetemes és mindenki számára járható utat tudhatni az embereknek. Köszönöm, úgy érzem, hogy mindig jobb a saját érvény meg a személyesség. Én amit válaszoltok rá, hogy érzitek. Nektek a személyes életetekben mit jelent a jóga gyakorlása? Nekem a jóga átítatja az egész életemet. Nem a matracok korlátozódik. Tehát az a tudás, amit kaptam az elmúlt évtizedben, az annyira átszőtve az életünket. Hát képzeld el, hogy a mantrára ébredek, a mantrában készítem, ahogyan Ádám is mondta, a családomnak a ruhái, az ételé, hogy átítassa őket ez a hatalmas erő. Hogy mindenki a sakriáktól kezdve, tehát nem is tudom azt megmondani, hogy mikor nem jogázom. Mert hogy az élet része. Hogy számolom, vagy tudatában vagyok a légzésnek, hogy sima legyen a homlokom, hogy amikor megjelenek valahol. Tehát ezek a tanítások annyira részévé váltak, útmutatóul váltak, hogyha valaki gonoszkodik velem, akkor már rögtön tudom, hogy upeksak kellene. Nem vagy sikerül, vagy nem. De van egy kapaszkodó, van egy sémán. Az én elmém nagyon szeret sémánval gondolkodni, hogy tudom, hogyha haragszom, akkor mit kell ahhoz tenni, hogy eljussak a nyugalomig, hogy úgy lélegezni. És az elmúlt évtizedben úgy tűnik, hogy az a tudás, ami régen csak tudás volt a gyakorlatban, elkezdett beépülni és átutatni az életeket. És ugye a gyerekeim, amikor ültem meditálni, ugye nem tudtam olyan korán kelni, hogy a kisgyerek ne ébredjen be, hogy mondjuk anya, mit csinálsz, és mondom, hát meditálok. És ez jó neked? Hát jó. De annyi jössz velem, egy kicsit futni. Hát megyek. És számomra nagyon felszabadító volt a tradíció ebből a szempontból, ahol azt mondták, hogy ha te ülsz és meditálsz és üres a hűtő, akkor az nem meditáció. Hogyha te jogázol, de nem látottál két szót az uraddal, akkor az nem jóga.
és aztán megfordítottam a sorrendet, de nyilván erőforrásként kezdtem a jogához nyúlni, mert hihetetlen kimerült voltam, és azt vettem észre, hogy amikor elkezdem beteljesíteni az életfeladatomat, hogy én most vállaltam ennek a négy gyereknek a felnevelését, vállaltam egy szeretett szövetséget a párommal, hogyha én abban jelen vagyok, akkor nekem az a joga. És mit ad Isten, lett idő ászanázni, lett idő csöndben ülni, és hogy most a nagyfiam odajött, hogy tanítsam meg meditálni. Hát, hogyha semmi másért nem tanultam, csak azért, hogy a nagyfiamat megtanítassam meditálni, akkor már nem volt hiába. Lehet, hogy belálltál az utatba, és ott van a család szolgálaton, és a mai előadásokra visszautalva, hiszen ez kicsit összefoglalója a előadásoknak, és szerint akkor összetettséget is meg tudod valósítani a mosógép, a főzés és a gyermeknevelés közben. Igen. Hiszen sok gyermekes családban vagy, ugye magyar viszonylatban mondva. Hogy volt? Hát nekem egy nagyon nagy kalandnak indult. Azt hittem, hogy egy rövid távú kaland lesz annak idején. Ez 30 évvel ezelőtt történt, amikor a jogával találkoztam. Aztán másképp alakult, és azóta is ezzel foglalkozom, és még mindig csak azt látom, hogy mennyi mindent kellene tanulni és tudni. Ahhoz, hogy tovább menjünk, a joga számomra azt jelenti, hogy valahol túljussak azokon a szerepeken, amikkel azonosítom magam, valahol túljussak ezeken az elvárásokon, a saját magammal való viszony legyen szeretetteljesebb, így tudok szeretetteljesebb lenni a körülöttem lévőkhöz. Egy folyamatos változás, mindig újabb utak nyílnak, ez nagyon, nagyon érdekes, most éppen ugye egy friss élményünk a szeptemberi indiai tartózkodásunk, amikor megint egy szinttel feljebb látunk a jogában valamit, amit eddig azt tudjuk, hogy van. Tehát egy nagyon izgalmas felfedezés, befelé is, kifelé is. És az is nagyon izgalmas, hogy ebből mit lehet megélni, mit lehet spontán módon bevinni az életünkbe, anélkül, hogy ezért valamilyen változás, valamilyen szerepet föl kéne venni. Én nagyon azonosulok azzal a Swami Ajay mondattal, amikor meghívtuk pár évvel ezelőtt, hogy a Swami Ajay állt, aki a Himalája joga tradíciónak az egyik nagy tanítója. És ő azt mondta, hogy most már csak annyi célja van, hogy jó ember legyen. Hát ő sokféle szerepe benne volt élete során, ugye 40-50 év jogagyakorlás után már csak annyi a vágya, hogy jobb emberként menjen el, mint ahogy jött. És ez nekem nagyon szimpatikus. Jogaterápia, valamelyik előadás előtt a másik teremben már említettem, hogy talán ti is megfigyelitek, illetve érezhető, hogy a világban van egy ilyen egységesülési folyamat, és hogy a nyugati ember inkább a fejlődésre, személyiségfejlődésre helyezte a hangsúlyt, a keleti ember pedig a fölébredésre. Lehet, hogy ennek az ötvözetére van szükség, vagy ez a következő lépés talán érezhetően zajlik is. A jogaterápiában végülis benne van egy ősi tudás és egy modernkori tudásnak, vagy medicinának ötvözete, és egyben a test, psziché, szellem szintjén ugye ez megjelenik. Mit mondtok arról, hogy lehetne definiálni azt, hogy jogaterápia egyáltalán, és ma jogaterápia? Most Csongornak adnám ezt. Sokat gondolkodunk ezzel, amikor a terapeutákat képezzük, hogy hogyan is lehetne ezt megfogalmazni, és mit is jelent ez a jogaterápia. Mindenképpen a jogának egy mélyebb megértését jelenti, egy teljesebb gyakorlását jelenti a terapeuta részéről, hogy saját magán, amit tapasztal a technikák gyakorlása során emelkedést, energiaszint növelést, tudati változást, azt valamiképpen leegyszerűsítve, átformálva, módszertanulag átdolgozva tudja nyújtani azok számára, akik segítségkéréssel jönnek hozzá. Mert ami őt emeli, és energiaszintet változtat, és így tudati szintet változtat, az egy beteg embert is emelni fog a saját szintjéről följebb, és ha az energiaszintje emelkedik, akkor jobban fogja magát érezni, és azok a problémája el fog tudni múlni, amikkel éppen küzd. Ez mindenképpen egy belső változás szükséges, és a jogaterápia most az én megértésemben biztos fog ez még sokat alakulni a következő tanulmányaim során. Tehát most az én megértésemben annak az útja, hogy hogyan lehet energiaszintet, tudati szintet változtatni az életemberrel. Nagyon hasonló az én biztatásunk. Amikor indultam a jogaterápiát, akkor a betegség, először Ajurvédát tanultunk, és utána, hogy a betegség típusokban az Ajurvéda hogyan magyarázza a gyógyulás, a betegség keletkezését és a gyógyulás útját.
Most ugye mezősjelmával együtt végeztük el ezt a tanfolyamot, és amikor a végén egymásra néztük, hogy de hát ezt a hatalmas kincset hogy lehet továbbadni, és amikor elkezdtük gyakorolni a jogát, mint terápiát, akkor kikristályosodott, hogy ebben a formában így nem tudjuk továbbadni, úgy viszont igen, hogyha elkezdjük az életutat tanítani, tehát a foganástól egészen a halálig életszakaszonként, hogy melyik életszakaszban milyen életfeladat, milyen készség munkálódhat ki, ha nem munkálódott ki, az milyen következményekkel jár, van-e ami pótolható, mert, és lesz olyan is, ami nem pótolható, de azonban meg kell tanulni együtt élni. Így hát számunkra a jogaterápia és a terápiás gyakorlatban is ezt jelenti, hogy megnézni, hogy hol van most a helyem a világban, hol vagyok most, mi van mögöttem, mi van előttem, milyen hiányai vannak, milyen maradékok vannak, és azzal mit tudok kezdeni, ehhez kiváló jogaeszközök vannak. És ez nagyon egybecseng azzal, amit te is tapasztalsz, hogy helyet találni a világban, és a feladatai van. Sokat néztük, ugye nekünk van egy olyan előnyünk, aki ismer, igen, közelebbről tudja, hogy a feleségemmel együtt dolgozom, és ugye a kis és ő is jogaoktató és jogaterapeuta, és nagyjából 0-24 órában együtt dolgozunk. Ez egy ilyen szerencsés találkozás volt, hogy nem megyünk egymás agyára, és ezt tudjuk csinálni most már. És már hát ugye házasok vagyunk, hát csak nem 30 éve, bocsánat, 27 éve, és ez ugye nem derült ki rögtön, hogy ezt így tudjuk csinálni, viszont ez egy nagyon nagy előny, mert átbeszéljük a dolgokat, például együtt oktatunk az órán. Ezt most csak azért vezettem így föl, mert a jogaterápiáról is beszélgetünk sokat. Mi sokféle iskolában tanultunk, néztük, hogy hogyan csinálják, mit lehet áthozni, mit nem lehet áthozni. Mi nem volt ilyen a jogedikus hátterünk, mint a Tündinek. Mi a joga felől közeledtünk. 2003-4-ben vettünk meg az első jogaterápiás nyugati könyveket. Akkor kifejezetten már úgy vettünk az Amazonon, hogy na, jogaterápia, nézzük meg, mit értenek alatta, ki mit mond róla. Szatyananda rendszerben tanultunk, ami csodálatos rendszer, Iyengar rendszerben szintén fantasztikus. És akkor utána most tanulunk azon a helyen, ahol Indiában a jogaterápia elindult a Kaivalyadánban. És nagyon érdekes, ahogy az ősi forrásokhoz még nyúlnak ma már vissza. Tehát értsük helyesen azt az ősi szöveget, amiből a joga technikákat vettük. Ehhez most szanszkritul tanulunk, mert nem lehet fordításból érteni sajnos. Ez nem egy egyszerű dolog, van még mit csinálni, szakszik tanulás folytán. Értsük helyesen, értsük meg mindazt a jelentéstartalmat, ami hozzárakódik az adott szövegkörnyezethez, az adott szóhoz. Ugye egy-egy szónak akár 30-40 jelentése van, és a szókapcsolatok árnyalatai mind benne van az előtti szövegben. És ez alapján ennek a megértéséből ezt alkalmazzuk a gyakorlásban, alkalmazzuk a megközelítésben. Na, ez az a modell, ahogy a Kaivalyadán dolgozik. Ezért van irodalmi kutatóintézetük, és ezért van életmű kutatóintézetük. És akkor ezt összerakva nézzük azt, hogy a mai ember igazán nem is az a kérdés, hogy jó-e a technika vagy nem, hogy ő tudja alkalmazni kellő ideig és kellő mélységig ahhoz, hogy ez hasson rá. Az, hogy hat rá, ha csinálja, az már nem kérdés. És igazán az a kérdés, hogy hogyan tudjuk megtalálni, hogy az adott embernek az a technika, vagy az a fajta hozzáállás, vagy az az életviteli áll, amit a Tündi is kiemelt, az követhető legyen, alkalmazható legyen, örömet találjon benne, motivációt találjon hozzá. És hogyha ezt sikerül megtalálni, akkor csodálatos dolgulások vannak. Itt behoztad az egyéni specifikusságot, hiszen mindenkinek egyéni útja van, és javaslom, hogy picit menjünk be, jöttem már azért elkezdtünk, de és hát ugye van egy szerencsés eset van itt mindkét oldalról, hogy a női oldal a manifestáció, itt inkább az ide, sőt, azért a tudományos részével is elég erőteljesen foglalkozó. Nézzük végig, hogy mire is hogyan alkalmazható, azt tudni lehet róla, hogy és most említettem is különböző életszakaszoknak a kísérését, feldolgozását, tehát nagy mértékben használod, bontsuk ki még, hogy mire használható, alkalmazható, és mit tapasztaltok ezzel, vagy mi az, ami kísérlet alatt. Hogy így mondjam. Hát a megértés egy dolog, nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy itt a hozzám forduló tanítványok többségét csak a megértésen keresztül tudom elvezetni az intuícióig, ahol ugye valódi gyógyulások zajlanak. És például akkor, ha rögtön az elején kezdjük, a félelmek vizsgálatát foganáshoz tudjuk visszakötni, ahol egy Versenyi Anna nevű magyar pszichológus nő a három alapfélelmet megfogalmazta a három sejt félelmében. Mitől fél a tete sejt? Hogy egyedül marad. Mitől fél a hinivar sejt? Hogy nem ő lesz az első. Mitől fél a zigóta? Hogy ő nem kell.
De te már ne félj, te már vagy, te kell lesz. És akkor a félelmek feldolgozásában valahogy ide nyúlunk vissza, hogy mi az alapvető félelem, mi az, ami mozgat, hogyan tudom a biztonságot megteremteni, ehhez kontemplációs eszközöket használunk, olyan ászanákat, ami a központ stabilitását segíti, nagyon egyszerű módon megélni. Amikor indulnál tanultunk és kérdeztünk tőle valamit, a saját problémára a választ vagy megoldást, akkor mindig lehúnyta a szemét, lélegzett néhány percig, és mondott egy dolgot, hogy tünde, terata. És akkor én még csalódott voltam, amit eddig vártam volna, hogy valamit majd így tünetre tették, és akkor meglátod legközök, hogy mondtad, hogy practice, így gyakorolt. És aztán mondom, milyen hülyeség, annyi tűz van az agyam, azt még nézzem is, hát már jól kinézem. Lehet aztán ugye volt az a pont, amikor már az ember elkezdi csinálni, amit mondanak, és akkor rájöttem, hogy mit jelent az, amit mondott, hogy a fény nyelvének beszélőjévé válni, amikor sokat nézem a tüzet. És akkor megszületett a megértés annak, hogy mit is jelent a tűz maga, ami az átalakulás segíti. És hogyha így konkrét dolgokról kell beszélni, az első terápiás esetem egy hatha-joga, orányi hatha-joga oktatással kezdtem, Timcsán kézától tanultam, és ott az ő iskolájában elmondták a kontraindikációkat, hogy például a pánik betegnek azért ne nagyon tartunk relaxációt, mert az nem olyan üdvös. Na hát persze rögtön az első órán egy pánik beteg jött, hogy hát őt a joga fogja meggyógyítani, és akkor őt jött hozzám lazítani, majd levert a víz, mondtam, hogy hát uram, akkor most jössz te. És akkor valahogy ami a belső megérzés által tudtam neki, azt mondtam, hogy kérlek maradj ülve, nyisd ki a szemet, tehát úgy teljesen jól lett az óra végére, és akkor úgy álltam, hogy most ez mi volt. És akkor a következő órán meg odajött hozzám az egyik tanítvány, hogy neki a párjának vérző gyomordaganata van, hogy mindenki lemondott róla, és hogy felhívta az indiai barátját, mert ő kint volt Indiában évekig, és azt mondta, hogy azonnal keres egy pránajában jóga oktatót, és akkor rám gondolt. És ott álltam, hogy két éves kis iskolát végezve, hogy pránajában oktató, de valaki belőlem azt mondta, hogy igen, én vagyok a pránajában oktató, semmit nem tudtam a pránajámától, csak nagyon keveset. Megláttam a férfit, ugye körülbelül semmit nem lehetett vele csinálni, ültünk, beszélgettünk, és a beszélgetés végén azt mondtam neki, hogy te, én két dologra tudlak téged megtanítani, lazítani és üvölteni. Mondja, hogy lesz-e. És akkor rám nézett, azt mondta, hogy nagyon. És akkor innen indultunk, hogy megtanulni, lazítani, megtanulni a hangomat hallatni. És valahogy így képzeljétek el a jogaterápiát, hogy én magam az intuícióval dolgozom, meg belső utazásokat tudok vezetni, csak ezt olyan béna elmondani, mert ugye az embernek ez így megadatik, és nem akarja, hanem egyszer csak ott van, mert ugye a helyzet szorítja rá, mert nem mondhat nemet, amikor valaki ott van és segítséget kér, de ezt se úgy értsétek, hogy nem ismerem a határaimat, hogy mire vagyok kompetens és mire nem. Úgyhogy valami ilyesmi konkrétan. Az intuíció szerepéről a Kriya Yoga előadáson sok szó esetik. Hát a kérdés, kicsit? Hát továbbra is az, hogy itt az alkalmazás, a gyakorlatban milyen tapasztalatai vannak, milyen oldalról, hogyan közelítették, meg hol tartozok ebben? Mi elég széles körben dolgozunk, sok orvosbaráttal egy ilyen segítői hálózatban dolgozunk együtt, mert hogy ez az évek alatt így megadatott, hogy ők is küldenek hozzánk, amikor mi is küldünk, hogy összefogva több terapeutával dolgozunk, ha súlyosabb esetek jönnek. És mondjuk az egyik első eset, ami így érdekes volt, amikor így felnyílt a szemünk és sok tanulást hozott számunkra. Mondom a két elsőt. Az egyik egy szívbeteg férfi jött hozzánk, aki le volt rokkantva és nem dolgozhatott, és ő szeretett volna visszamenni dolgozni. És megmutatom neki a válkörzést. Persze átbeszéltük az életmódot, táplálkozást, alvási szokásokat, egyebeket. De a fő technika az volt, ő egy szakmunkás ember volt, hogy végezze a válkörzést. És mondtuk, hogy sokszor végezett, legalább 30-szor naponta. Ő nagyon meg akart üdülni, 3-30-szor végezte. És aztán nem is járt hozzánk jogázni, messze lakott tőlünk. Tehát nem jött rögtön az elején, hogy ő jöjjön a heti foglalkozásba, de aztán egy idő után elkezdett járni, és akkor egy év múlva ülöltöztek vele a kontrollvizsgálaton, hogy miért szimulál, és hát hogy nézették így el annak idején a leletét, hogy semmi baj nincs a szívének, és akkor vissza nem dolgozni. Azóta nem láttuk nyilván, mert ezért jött. Tehát nem a joga felé köteleződött el.
Másik eset, ami nagyon tanulságos volt számunkra, valaki nem írta az adatlapra, hogy szarkómája van, hanem ezt akkor közölte velünk, amikor jól lett. És ezt nagy örömmel közölt az egyik órán, hogy hát ő, neki tegnap mondták, hogy meggyógyult a szarkómából, ő föl se fogta, hogy ez mi. Tehát egy most érdi fölfogni, mi baja volt. És hogy ő nem csinált semmit, csak hozzánk járt a jóga órára, nekünk sem mondta el, hogy mi a baja. Tehát ugye nem tudtuk, hogy ő beteg. És hogy a jogától gyógyult meg, a főorvosúrhoz mindig elment, amikor el kellett menni a kontrollvizsgálatra, mindig odaadta a 80-100 ezer forintot, amit kellett, de amit fölírt, azt nem vette be, hanem ő a jogát gyakorolta úgy, ahogy mi mondtuk. Ugye nem tudtuk, hogy beteg. És hogy ettől most meggyógyult, és hogy mennyire boldog. És hát akkor így elkezdtük gondolkodni rajta, és akkor utána még azt hozzátette, hogy az akkor 1500 forintba kerülő jogafoglalkozás, hogy az miért ilyen drága. És akkor ezen én éjszakákat gondolkodtam, mert ez egy nagyon eklatáns, és akkor nagyon nagy érzelmi indulati töltése volt, ugye nagy örömmel újság volt nekünk. És hogy akkor ez hogy jön össze, hogy a főorvosunknak kifizette 100 ezer forintot, az nem drága, nem csinál semmit abban, amit mondott. Nálunk az 1500 forint sok, de ebből gyógyult meg. És ezen eljutottunk odáig, hogy a csoportot is egyénre szabottan kell oktatni. Tehát, hogy kell valami, ott ugye egy egyéni figyelmet kap a főorvos úrnál, hiába nem csinálja azt, amit mondanak neki, de oda figyelnek rá valamennyi ideig. Itt viszont csoportba foglalkozunk, tehát itt nem kap egyéni figyelmet. És ebből lett egy olyan fejlesztésünk, módszertani fejlesztésünk, elég sokat fejlesztünk, mert ugye csak ezzel foglalkozunk már elég régóta, hogy elkezdtünk ilyen egyéni konzultációkat bevezetni a csoportos órák résztvevőinek. Az lett az eredménye, hogy nem volt lemozsolódásunk a csoportos órákból. Egy darab sok, hogy ilyen 130-150 ember járt hozzánk egy héten. Tehát, hogy kaptak az emberek egyéni fókusz? Minden fél évben mindenkivel leültünk. Első fél évben a kezdőkkel, másik fél évben a haladóbbakkal. És átbeszéltük vele, hogy mi az élethelyzete, hogy van. És ennek alapján az, amit gyakorlunk az órán, az abból ő mit gyakorolja, nyilván nem az egészet, mert annyi ideje nincs, de hogy mi az a 3-4-5-6 gyakorlat, vagy amit ő gyakorolni tud, ami neki erre az élethelyzetre, erre az állapotra jó. És akkor tényleg gyakorolták, és tényleg történtek a változások, mert motivációjuk lett, és akkor ez volt egy olyan elindulás, amiből aztán kinőtt a terápiás képzésünk is, nyilván sok tanárral együtt, mi egy elég nagy képzőintézmény vagyunk, 9 tanárral dolgozunk. De hogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog volt, ami mondom, éjszakákon keresztül gondolkodtunk, hogy heteken, hónapokon keresztül ez a fejünkben, hogy akkor ez hogyan van ez így összerakva, hogy ez egyik drága, a másik nem drága, egyikre hallgat, másikra nem hallgat, tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Mindig a jogaterápiánál maradva óriási téma, önismeret, önébredés, segítése, kísérése, prevenció, rehabilitáció, gyógyítás, ez mind? Vagy hogy hogyan? Tévedek? Nem tévedsz, mind. Egyére szabottam, tehát nekünk az első alapvetés, amit megtanultunk a jogaterápiából, hogy ezt nem szabad soha csoportosan végezni, mert csak egyére lehet szabni. Ezt indutól tanultuk. És nyilván vannak olyan jellegű órák, amikor mondjuk a ciklust tanítom, amit nevezhetünk akár terápiás órának, de hogy annyira máshonnan kell mindenkinél kezdeni, mert nem biztos, hogy az önismeretnél tudom kezdeni. Lehet, hogy tudom ott kezdeni, hogy most esténként egyél egy jó kis lemest, és olajozd be a talpadat vagy a vasadat. És lehet, hogy hónapokig ez minden. Van olyan páni beteg tanítványom, aki 2 éve csak beszélgetni járja, a pániki az már elmúlt elég hamar, de én már pont azt akartam mondani, hogy most már hagyjuk ezt abban, mert hogy biztos van jobb dolgod is itt kett esténként. És azt mondta, hogy most szeretné elmondani, hogy az életét köszönheti nekem, mert az, hogy itt csak kilentél, látott, meg egy kicsit ülhetett a jelenlétemet, hát én relaxációig nem tudtam őt eljuttatni, olyan állapotban volt, attól neki megváltozott az élete. És én kvázi úgy éreztem, hogy hát túl sok jogában nem volt terápia sem, és most kedden jött a nagy felfedezés, hogy én minden tanítványomnak adok egy füzetet, és akkor abban írjuk, hogy hol tartunk. Tehát, hogy itt ajánlok, mi a témánk, és ugye hozza a füzetet, mindig megnézem, hogy hol tartottunk, és akkor most valahogy így a tűzről beszéltem neki, és úgy megvilágosodott, hogy én, hát én Pita vagyok, és tűntem mindent mondja a Pitáról. Mindent elmondtam neki a Pitáról, ami abban a helyzetben releváns volt, és
mondtam neki, hogy most lapozz előre a füzetet, ezzel kezdjük. Meg se hallott azt, hogy valami rémlik, valami rémlik, és nyitotta a füzetet. Tehát 2 év kellett ahhoz, hogy egyáltalán megértse azt, hogy mi az, hogy pita. De mondhattam én jobbról, balról, példákkal, egyszerűen nem volt rá készen. Nekünk a tradícióban azt mondta egyszer Asu, hogy az első években a tanítványt tejbevajba kell fürözteni, de majd ott a harmadikban majd aztán ott lesz nem olas. Azért annyira nem ijedtünk meg tőlem, mert egy ilyen kis áldott lélek volt, és akkor tejbevajba füröztött minket, meg folyamatosan arról beszélt, hogy a sarokba is rendészte a tanítványt, aki ott elbújt, hogy ölelt körbe a szeretetet, de még ha nem is mész oda, hogyha nem is igényel a testkontaktust, hogy megérints, vagy ránéz, vagy valami. És akkor hát a harmadik évben kaptuk tőlük a legtöbb elfogadást és szeretetet. És nekem ez a terápiás alapállam, hogy mindenkit úgy fürdeti tejre vajba, hogy egy ilyen feltétel nélküli szeretetben elkezdjen növekedni, mintha új életre születhetne. Tehát nekem ez a terápiás módszerem. De ahány terapeutát ismerek, annyiféle, mert mindnyájan másban vagyunk ügyesek. És hozzám nyilván olyan tanítványok jönnek, akiket nem vártak, nem szerettek, nem fogadtak el, és akkor ebben a kis elfogadásban el tud indulni a növekedés. És attól függ, hogy hol akadt el a növekedés, onnan kezdünk. Ha a foganásnál, akkor onnan kezdünk a félelmeknél. Hogyha kicsit később, akkor pedig onnan. És ahhoz kapcsolom a terápiás eszközöket, amelyek végtelenül egyszerűek és követhetőek. Tehát onnan tudja, ez egy kicsit odáig kutat most így a megközelítésem és a megértésem a jogaterápiáról, hogy a legegyszerűbb eszközök a leghatékonyabbak, mert azokat tudja végezni mindenki. Igazán ahhoz kell a terapeutának képzetnek lenni, hogy tudjon motiválni ennek a kellő ideig tartó végzésére, hogy az eredmény meglegyen. Itt azt kell elképzelni, hogy a legsúlyosabb idegrendszeri sérüléseknél is a hasi légzés csodákat tesz. De az, hogy ezt elég ideig csinálja naponta, és hogy értse, hogy miért kell neki ezt csinálni, ami ugye nem egy olyan izgalmas dolog, meg nem annyira nagyon leköti a figyelmét az illetőnek, és hogy addig csináljuk legalább, amíg megérzi, hogy ez elkezd rá hatni, és hogy ez működik, és elkezd tőle jobban lenni. Na, ehhez kell viszonylag gyakori találkozás, motiváció, hatás rá, hogy az eredményéig eljusson. Én azt látom, hogy ahova a figyelme irányul, akár életterületre, akár pedig testtájékra értve, akár élethelyzetre értve, oda fog tudni menni az energia is. Tehát hogyha sikerül felhívni a figyelmét azokra a pontokra, ahol változtatni lehetne, hogyha sikerül olyan hatást elérni, amitől ő megért valamit az életében, és egy kicsit más emberré alakul, akkor ez az átalakulás hozza meg azt a szintű gyógyulást, változást, ami már nem rendeződik vissza, mert a személyisége megváltozott. Ennek nagyon fontos és szerves része az integráció, ami azt jelenti, hogyha ő gyakorol valamit, a joga technikát, és ebben jelentkeznek élményei, akkor ezt neki integrálnia kell, magába kell tudni fogadnia, be kell építenie tudni a személyiségébe. Amit mi látunk a képzéseken, a Magyar Jogakadémia 2 év folyamán, ugye első év az jogatanárképzés, második év jogatanárképzés, ott egy elég intenzív gyakorlásban vannak bevéve a hallgatók, és van, aki betegen. Bizonyos betegségekkel jön, hát ugye nem súlyos betegséggel, akkor nem lennénk föl, de hogy vannak problémái, mondjuk van egy autizmus betegsége. És attól, hogy elkezd komolyan gyakorolni, ugye naplót kell írnia, és minden alkalommal számot adni, amikor találkozunk az elmúlt időszak gyakorlásáról, ezt átbeszéljük, az átbeszélés során benne integrálódik, attól nem egy, nem két ilyen váratlan gyógyulás, ami nem lehetett volna, hogy meggyógyuljon orvosilag, mert nem gyógyítható a betegsége. Tavaszra beszámolt arról, hogy ősszel elkezdődött a képzés, hogy tavaszra eredett a negatív és teljesen helyre jött. Egyszerűen azért, mert rendeződött és mert integrálódott benne. Ez a keleti megközelítéseknek nem annyira szerves része az integráció, mert ott az életvitel más, és kicsit az életvitellel magával kapják ezt a lehetőséget. Itt nyugaton viszont nagyon fontos. Beszéljen, írjon, mondja el az élményét valakinek, tudja kifejezni valahogy, és ennek a kifejezésnek a során integrálódik benne az élmény, és ettől változik meg. Több szerintettél 2 kulcs kifejezést, ami nekem segít az átkötésben, használom is, mert ez bennem volt, hogy erről beszéljünk. Ugye eleve adott az, hogy azért test, pszichér, spirit 3-as egységéről mindenképpen beszélünk alapvetően, és itt ugye vannak olyan ügyek, hogy azért minden betegségnek van egy személyiség háttere, karmikus háttere vagy és,
Plusz ugye, ha már kezdtük azzal, hogy nyugat személyiségfejlődés, kelet felébredés, nem tudom, hogy ki mit gondol elő, és ti hogy gondolkodtok, de ha teljesen a realizációt nézzük, akkor igazán nem lehet lépcsőfokokat kihagyni. És ugye látunk olyan példákat is akár keletről, hogy valaki a fölébredésben messze tart, de ugyanakkor van mögött egy életlen személyiség. De most ez a bevezetés arról szólt, hogy a jogaterápia mennyire alkalmazható konkrétan ilyen pszichoterápiás módszer, ugye mi is ismerünk például Magyarországon olyan pszichiátert, aki ezt a kettőt ötvözi. Képződnek talán olyan szakemberek, akik pszichoterápia és mindfulness irányába mennek. Tehát, hogy erről mi a tapasztalatotok, van-e, mennyire alkalmazható, illetve mennyire lehet belemenni, de ezekben részben válaszoltál egy adott fizikai betegségnél, hogy tényleg a személyiség is változzon. Elkerülhetetlen a változás, hogyha megmozdul valami a fizikai rendszerben, annak van hatása a személyiségre is. És nyilván ez egy kiegészítő terápia, tehát ahol súlyos személyiség, zavar vagy lemaradás észlelhető, akkor használom én magam is a társak segítségét. Akár a nyugati terápiát, szakemberek. Így van, tehát van olyan eset, amit csak úgy vállalok, hogyha mellette pszichológushoz jár, vagy egy komoly ismereti csoportba, mert hogy nem mindenható a jóga mint a terápia, viszont kiegészítő terápiaként egyszerűen zseniális. És nagyon sok pszichológus képződik, ugye csak a tradíciómban is nagyon sok tanítványt ismerek, akik azt mondják, hogy fél lábú óriás lenne a jóga nélkül, hogy ő a saját terápiás gyakorlatában is használja a jóga eszközeit. Én azt gondolom, hogy ez most nagyon fontos, hogy a kettőt együtt tudjuk használni, és a terapeuta felelősség, hogy észrevegye. De hát hozzám, akik fordultak, mindjártnak kellett a felnövekedésben segíteni a személyiségeket, hogy értségének, tudatosságnak segíteni. És hát kinek hogy? Volt, akinek elég voltam én magam, és volt, akihez kellett más. Ez hogy lehet? Tehát, hogy sokat beszélünk arról a képzések során és a betegeknél is, hogy belső világával milyen kapcsolatban van az indulatátvitel, hogyan működik az életében, hogyan, mit kezd a saját személyiségének az árnyékos oldalával, egyáltalán megismeri, nem ismeri meg, közel kerül, nem kerül közel, mi történik egy intenzív meditációs élmény során, amikor mondjuk felterül egy olyan személyiség rész, aminek eddig nem volt tudatában, ezzel mit kezd az illető, vagy hogyha már történt ilyen most, dolgozunk olyan betegekkel, akik egy jogaiskolában sérültek meg nem megfelelő gyakorlás során, idegrendszeri bántalmaik lettek, és energetikai sérüléseket szenvedtek. Hogyha ezeken keresztül megy valaki, akkor ebből hogyan lehet visszarendeződni, ugye, mert orvosi segítséggel már nem tud visszajönni, mert nem élettani a problémája. Tehát, hogy ezeknek a mélyebb megértése ahhoz, vagy figyelése a betegeknek, mindenki egyéni, hogy hogyan reagál, mi zajlik benne gondolatilag, mi zajlik benne érzelmileg, hogyan talál egy nyugvópontot, mennyire lehet neki beszélni dolgokról, mire befogadó, mire nem befogadó, hogyan lehet őt akár olyan szakemberhez küldeni, aki tudna segíteni neki, el tudja fogadni. Nagyon gyakran a jogaterápia ilyen utolsó lencsvárként jönnek. Most mondok egy esetet, megjelen nálam egy jogázó hölgy az édesanyjával, aki gyomorrák miatt, illetve nyelőcsőrák miatt már elzárolott a nyelőcsőbe. És már ilyen kellett volna halni hazadtak a kórházból, hogy akkor itt a vége. De még valamennyi átfolyik félék, tehát még nem halt meg. És elhozták hozzá, hogy lehetne ebből valamit csinálni, de ebből az esetben semmit. A néni se volt olyan állapotban, már teljesen nem értett semmit, csak ült és nézett maga elé, a lány meg nagyon szerette volna, hogy hát segítsünk rajta. Szóval, hogy vannak korlátok, vannak határok, amikor annyit tudunk tenni, hogy nyugodtabban halljon meg az illető, és békében menjen el, ennyi a kötelességünk, és akkor majd a legközelebb a születésnél egy kicsit másképpen fog tudni előállni. Visszatérve a pszichológiára, illetve a személyiségfejlődés és a terápiára, Kai Vagyadám jogaterápiás rendszere, ami annak idején, ezelőtt 5 évvel, amikor találkoztunk a rendszerrel, nagyon megtetszett nekünk, az egészen odáig, hogy a jogaterápiának az a vége, amikor a személyiség megváltozik, és már ahhoz a személyiséghez ezek a tünetek nem tartoznak hozzá, amelyik kialakult a folyamatban. Ez egy hosszú folyamat, ennek van olyan lépése, amikor a relaxációra tanítjuk meg a stressz feloldására,
Van olyan rész, amikor a napjának az átszervezésére tanítjuk meg, hogy az igénybevételt, energetikai minuszt, az energetikai deficitjét tudja csökkenteni és tudja kezelni. És van olyan, ahol gyakorlatilag újraépül az önismeret során, a jámák, mi jámák tudatos alkalmazása során az egész belső személyiség, és végül átmegy és stabilizálódik egy megváltozott állapotban. Ugye nem csak érdeklődők vannak, hanem kezdő, középhaladó, gyakorló, tatók is beadott, hogy gyakorló, az. Mit láttok, mit tudtok erről, hogy mi a feltétele egyszer, hogy valaki jóba terapeuta legyen? Most nem adott a külső feltételekre gondolom, nyilván egy elhívás persze születni kell rá a dolgot, vagy sorsot, de hogy ezen túl. Számomra alázat, hit, tanulni és tudni akarás, és hogy legyen mögötte egy élő rendszer, egy parampara rendszer, mert hogy abból jön minden belső erő, és hát a terapeutának élete, hogy végig tanulni kell. Tehát egy nagyon nagy lelkesedés. Én ezt úgy élem meg, hogy egy közvetlen kapcsolat lefelé vagy fölfelé. Tehát, hogy amikor jön ez az illető, akkor ráhangolódsz arra, hogy tudsz-e neki segíteni, vagy nem. Ráhangolódsz arra, hogy mi a dolgod vele. És ehhez, hogyha figyelsz és jelentősz vele, akkor megjön a segítség. Akkor is, hogyha nagyon súlyos ez eset vagy, akkor is, hogyha nagyon reménytelennek látszik, hogy mit lehet vele kezdeni. Ezt sokáig azt gondoltam, hogy ez gyakorlással elérhető, aztán rájöttem, hogy valószínűleg nem. Tehát ugye nekem valami miatt természetes, mert hogy ezt élem, ezt a fajta kapcsolódást. És azt gondolom, hogy lehet ebben mélyülni, azt viszont magamon is észrevettem, hogy a gyakorlással ez a kapcsolat ez mélyíthető, és azt gondolom, hogy azért lehet hozzá közelebb jutni gyakorlással biztosan. Erről sok jógi beszél és mesél különböző szintjeiről ennek. Tehát ezt érzem én ilyen alapnak, hogy ad egy önbizalmat, ad egy tartást, ad egy bátorságot és ad egy jelenlétet. Akkor, amikor ott vagyunk egy személyes helyzetben, egy segítési helyzetben, vagy segítői helyzetben. Emellett nagyon fontosnak érzem azt, hogy a jogaterapeutának legyen egyrészt igénye arra, hogy folyamatosan képződjön. Ha a jogát érti, és érti a rendszer mélységét, volt egy továbbképzésen Indiának egy nagyon híres tanítója jött Magyarországra még ezelőtt 10 évvel képezni bennünket, és ott volt egy ifjú joga oktató hölgy, aki a hétvége alatt így mondta nekem, hogy hát neki sok újat nem mondott ez az úr, írt egy fél oldalt. Akkor mi akkor elég sokat tanultunk már, és olyan kb. 15-20 oldalán jártunk, akkor amit végigjegyzettel adtunk abból, amit mondott. És akkor, hogy ez egy hozzáállás, vagy egy másfajta szándéka, hogy jelen vagy. Most éppen költözünk egy másik helyre, és üdítjük ki azt a szobától, látjuk a cuccaink, és egy szobatára van jegyzeteinkkel a cév alatt. Tehát mennyezettől, padoltól mennyezetig. Mert hogy az ember állandóan tanul és állandóan kap új információkat, egyre többet, és egyre inkább már csak az a kérdés, hogy akkor mit válogassak a rengeteg rám özönlő hasznos információból ki. Hogy ez egy nagyon fontos alaphozzáállás az élethez és a jogához is. Én ezt a beszélgetést viszik később kezdtük, ha megengeditek, akkor nem akarom megrövidíteni, hogy van szűk 5 percünk, és hát a három nagy témából, hogy a ősi, jogi ősi tudása mit jelent ma, illetve a jogaterápia, most ezt vesézzük, viszont a mantrára már nem lesz idő, és nem is akarom, hogy belekezdjünk, viszont legalább ezt valamennyire járjuk körbe. Itt mind a ketten beszéltetek erről, és fog előadunk ugye a joga balesetekről, a veszélyről és a biztonságról. Nyilvánvalóan most nem a konkrétumok, hanem inkább megközelítés. Milyen fő veszélyeket láttok? Említették, hogy X jogaiskolából károk keletkeztek. Tehát akár pszichés veszély, akár fizikai. Mik azok a hozzáállások, attitűdök, bármi, amiben ez meg tud nyilvánulni? Hát a pránájámákkal nagyon sok bajt lehet okozni, hogyha felkészületlenül, és nem egy megfelelően felkészült tanártól kapja az ember erre az instrukciót. Ugyanígy lehet bajokat okozni rosszul megválasztott mantrákkal, amit internetről innen-onnan vadásznak össze. Mindig a finom testi gyakorlatok a legerősebbek, és ezt nagyon komolyan kell venni.
illetve amiről az előadásom szólt, hogy a nők, ha nem tartják tiszteletben a ciklusukban azt a nagyon markáns szakaszt, ami az apánapránáról, az elengedésről szól, és beleavatkoznak a finom testi folyamatokba, annak beláthatatlan a következménye. Mert ez nem olyan, mint az izomsérülés, hogy azonnal látható, van időkésletetés is, a személyiségben is megjelenhet, mint zavar, megjelenhet a párkapcsolatban, egyebekben. Tehát én a legfontosabbnak tartom annak a tiszteletét, hogy a női létezésem valamire hív, a ciklus valamire hív. A férfi gyakorlóknál nem figyeltem meg ilyen markáns odafigyelni valót, velük inkább a pránajámák, illetve hogy túl nagy tempóban akarnának haladni, anélkül, hogy az alapok meglennének. Mert az alapokhoz visszatérni, a központosítás, az üzület gyakorlatok, és nagyon kis lépésekben. Én tradíciós tanárként a nádi sóránát gyakorlom. Nagyon ritkán az útjait. Mert az elég. Volt egy egyetértek a tündével, hogy a pranayamával tényleg sok problémát lehet csinálni, mint egy nagyon hatékony eszköz arra is, hogy helyre hozzuk, ha értünk hozzá, hogy hogyan kell használni. És a nagy sérülés még igazán az emberek állapotban rendkívül zaklatott. Tehát, hogy azon még rontani, ahhoz valami erős technika kell, hogy még rosszabb állapotba kerüljön. Ahhoz, hogy nem segítünk vele, ha nem jól választjuk meg a technikát. A jogának elég nagy biztonsága van, különben ha egyszerű technikát, ha úgy tanítja az adott oktató, ahol valamilyen jó képzésen tanult, akkor csodálatos eredménye lesznek, egyszerű technikákkal dolgozik. Olyan mélységes hatása van akár egy ászanának, ami éppen szép felével beszélgettünk valamikor, hogy mondjuk ő így 40 év gyakorlás után belemegy újra abba az ászanába, és akkor valami olyan hatást érez, amit eddig soha nem érzett, mert még egy még finomabb szinten, amit most már tudja érzékelni ennyi év gyakorlás után, is van hatása az ászanának. Ezért nem vagyunk hívei annak, hogy modern rendszereket gyakoroljunk, amit most valaki kitalál. Tehát menjünk vissza a forráshoz, csináljuk úgy, ahogy a régiek kitalálták, az ősi dolcsek, mert nagyon-nagyon ki van találva, nagyon sok szinten, amit mi még nem érzékelünk, is hat és rendez. Tehát, hogy bátorítanék egyrészt arra, hogy maradjunk a tiszta tradícióknál, a tiszta technikáknál, bízunk abban, hogy ezeknek nagyon mély rendező hatása van. Lehet ezekről tanulni, hogy mit csinál még azon túl, mint ami szembeöklés nyilvánvaló, finomabb szinteken. És a veszélyét én abban látom, hogy ha nem tudunk motiválni, segíteni, nem tudjuk motiválni a kitartó gyakorlásra az adott illetőt. És akkor ő úgy gondolja, hogy a jó az nem tudott segíteni, mert hogy nem érezte a hatását. Közben meg éppen csak elindult egy úton, amit végig ismertett volna. Fontos, érdekes aspektus. Záró kérdés és rövid választ szeretnék itt az időkeretezés okán. A jogaterápia jövője. Mit látok ebben? Mi az ideál? Fantasztikus jövőt látok és jósolok neki, mert nagyon-nagyon egyszerű eszközök nagyon mély hatással bírnak. És soha nem felejtem el az orvos, most egy kardiológus orvos arcát, amikor a három légzőmodellt megtanítottuk neki, hogy nem tudott vele betelni. Ott ült, és csak így végezte a modellt, hogy hát ezt nem gondolta volna, meg megtanítottuk a nyelvtérképet, ami az internetről letölthető. Hogy úristen, és ugye 40 év kardiológiai tudományához ez micsoda ajándék. Hogy ő hány embert tudott volna csak ezzel meggyógyítani. Nagyon nagy jövője van. Én mondom a nemzetközi trendeket, hogy a tavalyi Indiában a jogkonferencián világszinten vezetik be a jogaterápiát azért, mert egyszerűen olcsó, mint a gyógyszeres képzés, tehát nem azért, mert elkötelezett jogik akarnak lenni a egészségügyi rendszerek irányítói, hanem egyszerűen olcsó, tehát anyagi oka van. Tehát az ENSZ-ben most már érdek az orvosi egyetemi tananyagokat, ahogy említettem is az előadásom során, és világ szinten az összes orvosi emberekkel készülnek bevezetni a jogaterápiás képzést. Tehát óriási a lehetőség, én is így látom, hatalmas jövő áll előtte, és ezért szükséges, hogy szakemberek képződjenek, jó szakemberek képződjenek, és ehhez kell egy összefogás. Ezért szeretnénk a Jogaterapeuták Szövetségét megalakítani. Úgy legyen, hogy sikerüljön. Én köszönöm szépen, hogy vendégeim voltatok, hogy beszélgethettem, közvetítettem. Köszönöm nektek is, utólagosan nézik ezt a felvételt mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Néhány perc múlva kezdődik a hangos teremben a közös kirtan mantrázás, oda is szeretettel várunk mindenkit. Áldást kívánok utatokra, munkra, mindannyiunkért. Köszönöm szépen!